Kedves vendégeink! A Zabos Ámael Szakképző Iskola végzős diákjai nevében szeretettel köszöntöm a szalagavató ünnepségünkön megjelent minden kedves vendégünket, az intézmény vezetőit, az iskola oktatóit, valamint a technikai dolgozókat. Külön tisztelettel köszöntöm Rubi Zsoltné kancellár asszonyt a Szerencsi Szakképzési Centrum képviseletében. Bukta Márta főigazgató asszonyt, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetőjét. Mikola Gergely urat, Encsváros polgármesterét. Urbán Nékléri Szilviát, szakreferens asszonyt. Duális partnereink megjelent képviselőjét. Pásztor Roland urat az Alfa Fém BT-től. Köszöntjük a lakásotthonok megjelent képviselőit. Végzős diákjaink életében a szalagavató ünnepség maradandó. Felemelő esemény a felnőtté válás küszöbén. Erdei Gábor Dániel, 11. C osztályos, szociális ápoló és gondozó szakos tanuló számos iskolai rendezvényen tolmácsolta már irodalmunk nagyjainak gondolatait. Örökké emlékezetes maradt számunkra, alázatos munkavégzése, tisztelettudó, közvetlen, barátságos jelleme. A mai ünnep fényét Szabó Lőrinc versének művészi előadásával emeli. Fogadják szeretettel! Szabó Lőrinc, Sivatagban. Láttam őt, aki mindent látott. Láttam a szfinxet. Mosolya üres volt, és még üresebb lett tőle a halott Szahara. Láttam őt, és megszólítottam, mint porszem a sivatagot. Te óriás, mondd meg, mit érek én, aki csak ember vagyok. És végignézett az időn, és rajtam, és szólt a szörnyeteg. Az örökké való világnál többet ér egy perc életed. Végignézett a pusztuláson, és szólt a szfinx 5000 éve. Egy perc örömöd többet ér, mint a föld minden szenvedése. És csönd lett. És én hazajöttem, s velem jött a szfinx mosolya. S mindenütt, és rémülten látom, hogy ő neki van igaza. Hazajöttem, megöregettem. Vén vagyok, mint ő, szörnyű vén. S ülök a növő sivatagban, melyet az idő fúj körém. S aki kérdez, annak a porba jeleket húzva felelek. Az örökké való világnál többet ér egy perc életed. Többet ér egy perc örömöd, mint a föld minden szenvedése. S betűim belevesznek a futóbolond időszelébe. Batyi Kamilla és Gulyás Virágdalma, 11. C-osztályos, szociális ápoló és gondozó szakos tanulók mondanak búcsúbeszédet a végzősök nevében. Szólnak diáktársaikhoz, oktatóikhoz, szüleikhez, nevelőikhez, és mindazon felnőttekhez, akiknek hálával tartoznak azért, hogy most itt állhatnak a várva várt szalagtűző ceremónián. Tisztelt vendégeink, igazgatónő, osztályfőnökök, oktatóink és végzős diáktársaink! A szalagavató minden iskolában meghitt ünnep, amely jelzi, hogy mi lettünk a legnagyobbak a diákok körében, akiknek követendő példával kell előjárniuk. Nem csak azért várjuk a szalagavató ünnepséget, hogy megkapjuk a szalagokat, hanem azért is, mert ez az egyik utolsó alkalom, amikor diáktársainkkal tanórákon és gyakorlatokon kívül önfeledten lehetünk együtt. A szalagon szereplő felirat emlékeztet az együtt töltött évek örömteli pillanataira, de csalódásaira és keserűségeire is. Mi végzősök nem csupán a tanítási és gyakorlati napokra, órákra emlékezünk, hanem az iskolát 9. osztályban velünk kezdő társainkra is. Sajnos nagyon sokan nem állhatnak itt velünk, ilyen büszkén és meghatottan. Ez a szalag arra is figyelmeztet, hogy még jobban összpontosítsunk a tanulásra, mert közeleg a nagy megmérettetés, a szakmunkás vizsga.
Tálunk a felnőtté válás küszöbén. Elindulhatunk céljaink megvalósítása felé. Minden azonban szüleink, nevelőink, tanáraink, szakoktatóink támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. Szeretnénk köszönetet mondani áldozatos munkájukért, gondoskodásukért, szeretetükért. Azzal leszünk, hogy az előttünk álló vizsgákon büszkék lehessenek ránk, és ne okozzunk csalódást. Végül diáktársaimhoz intézem szavaimat. Vas Albert gondolatait osztom meg veletek. Az élet fontos dolgai nem azok, amiket általában fontosnak tartunk. Pénz, pálya, haladás, siker, munka. Ha arról van szó, hogy megtaláljuk magunkat ebben a világban, és érdemesnek ítéljük a benne létezést, akkor ezek mind nagyon aprócska dolgok. Az érzések és a hangulatok fontosak, melyek lelkünket színezik, s a lelkünkön a keresztül a világot is, melyben élünk. Köszönjük a figyelmet! Ünnepségünk folytatásában Váci Mihálytól hangzik el egy verscsakor. Lakatos Dávid. Horváth Richard. Lakatos László. Lakatos Brandon Levente. Lakatos Sebastian Ágoston. És Gajas Kevin 11. A osztályos heggesztő tanulóink előadásában. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyat is bírjon el. Ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak az hívja magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most a népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni mindent, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban, mégis belőlünk sürgetve dalol. Újra hiheti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Zenei blokk következik. Büszkék vagyunk rá, hogy iskolán tanulói rendkívül fogékonyak az előadó művészet iránt, tehetségük számos versenyen, iskolai ünnepségen megmutatkozik évről évre. A most színpadon álló végzősök egy olyan különleges formáció tagjai, amelynek legkiemelkedőbb eredményei közt szerepel a Varázscsepp, országos tehetségkutató verseny országos döntőjében való színvonalas szereplés. A Varázscsepp versenyén a gyermekotthonokban élő tanulók vetélkednek egymással az előadó művészet különböző szinterein. A Szent Zotikosz gyermekvédelmi intézmény fenntartásában, Hernád Vécsén és Abóikérben működő lakásotthonok fiatal talentumait Sivák János fogja össze és készíti fel, és neki köszönhetjük a mai zenei produkciót is. Hálásak vagyunk az együttműködésért. Fogadják szeretettel a végzősöket, akik iskolánk és a lakásotthonok lakóival kiegészülve állnak színpadra. Bordás Renátó és Lakatos Dávid, 11. A osztály.
Farkas Kristóf és Zimányi Zsolt, 10. B osztály. Valamint Merúca Raúl, Lakatos Levente és Farkas Krisztián a Zabói Kéri lakásotthonból. Sokszor hallott régi történet, a kávé apám szava csendesebben száll. Nézd rám a kályha melegébe, a kávé is lassan kihűl már. Már nem szédülök a fényben, a poharam félig tele van. Nem a tesztől leszek részek, annyi legyen, amennyi most van. A tegnap árnyékában élek, pedig maradjok rám a nap. Most a lányomnak mesélek, egyszer megérti-e majd. Már nem szédülök a fényben, a poharam félig tele van. Nem a szesztől leszek részek, annyi legyen, amennyi most van. Itt már megpihen a hajnal, a fekete is lehet ragyogó. Felészik ajkán az a dallam, élete egy kopozulató. Már nem szédülök a fényben, a poharam félig fel van. Részek, annyi legyen, amennyi most van. Ugyanazt a poros utat járom, a cipőmön már nincsen repedés. Szívek köré rózsát muzsikálok, mert ez összei egy jó cigány zenét. Már szédülök a fényben, a poharam félig tele van. Nem a szesztől leszek részek, annyi legyen, amennyi most van. Már nem szédülök a fényben, a poharam félig tele van.
Az elmúlt 3 év színes kalandjairól meséljenek most a képek. Tekintsék meg videó összeállításunkat a végzős tanulókról. Száj le a magas lóról. Az élet mindig kemény arc. Dolgoznod kell, ha élni akarsz. Dolgoznod kell, ha élni akarsz. Én megpróbáltam, megpróbáltam a sorba állni. Megpróbáltam nem szárnyalni. De jobban vonzott engem a harc. Mikor mercivel mentem érted, tetszett, hogy az egész utca minket nézett. Zengett az utca, mikor megérkeztem érted. Mindenki tudta, hogy megjött a Lacika, mert ez az ő kocsia, viszi a Legendira. Felkérem Tótné Juhász Barbara igazgató asszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét, majd ezt követően adjon engedélyt a szalagok feltűzésére. Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, és rendkívül nagy örömmel a szívemben köszöntöm a szalagtűzésre váró diákjainkat is. Én itt mindig egy picit elfordulok majd, mert bár a vendégek részére is szól ez a beszéd, elsősorban én mindig a gyerekeinknek beszélek.
amikor elgondolkodok azon, hogy miről beszéljek egy-egy ilyen jeles alkalommal, megírok egy beszédet, aztán általában ott lent ülve, mint ahogy most is, eszembe jut teljesen más 3-4 új téma, amiről feltétlenül beszélnem kell. És az eredeti beszédet azt el is felejtem. Ez most is így történt. Az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy ünneplünk. Ünneplünk a mai napon. Titeket. Akik most itt álltok. Elhangzott itt előttem, hogy a felnőtté válás küszöbén álltok. Ez egy nagyon sablonos mondat. Én inkább azt mondom, hogy azt ünnepeljük, hogy sikeresen túlélitek a kamaszkort. Aki volt már kamasz, és mindannyian voltunk, azt kell, hogy mondjam, a legnehezebb időszak a világon sikeresen túlélni a kamaszkort, és úgy felnőtté válni. Ez az az időszak, amikor nagyon sok új dologra jövünk rá magunkkal kapcsolatban, új érzéseket élünk meg, új dolgokkal találkozunk, nem úgy reagálunk le helyzeteket, ezt túl kell élni. Lassan a végére értek, szóval hajrá, még egy kis kitartás, és valóban be fogtok lépni a felnőtt korba. A másik nagyon fontos dolog az az, bár én gyakran elmondom nektek, hogy én büszke vagyok rátok emiatt. A kitartásra, és arra, hogy nem csak a kamaszkor, hanem minden előttetek álló nehézségen túl kell lépni. Túl kell lépni, nem kell mindent véresen komolyan venni, mert abba bele lehet rokkanni ebbe a mai világba. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Ebben a folyamatban, hogy túllépjetek ezeken, és ebben a folyamatban, hogy sikeres felnőttekké válhassatok, minden itt ülő segített benneteket. A szüleitek, az oktatóitok, az iskolátok, mi mind azért vagyunk többek között, hogy ezen a nehéz időszakon túllendüljetek, és büszkék lehessünk rátok, és így ti is büszkék lehessetek magatokra. A harmadik dolog, mivel nem terveztem hosszú beszédet, ez az utolsó, az egy számomra legfontosabb dolog talán. Személyesen mindannyian hallottátok már tőlem, hogy mi a legfontosabb gondolat az én életemben, és mindig hétköznapi szavakkal mondom el, de most hoztam egy idézetet hozzá, ez az idézet Böjte Csabától származik. És úgy szól, hogy te nem egy sodródó falevél vagy, nem egy értelmetlen seb ezen a földön, hanem áldás és ajándék. És ez a legfontosabb érzés a szeretet. Tehát a szeretet érzése az, amit mindannyian a szívünkben kell, hogy őrizzünk és dédelgessünk, mert el kell fogadnunk ezt az érzést, és meg kell tanulnunk szeretetet adni. Éreznünk kell azt, hogy értékesek vagyunk, mert akkor lehetünk sikeresek ebben az életben. És előttetek most sok nehézség áll. Szakmai vizsga. A szakmai vizsga után munkát kell találnotok. Előbb-utóbb családot fogtok alapítani, és ezek nem egyszerű dolgok. Ahhoz, hogy ezt sikeresen megéljétek, elhatározottnak kell lenni, és meg kell találni mélyen legbelül azt az érzést, a szeretetnek az érzését, amit ti is kaptok, és nektek is adnotok kell, mert tudnotok kell, hogy ti is szeretve vagytok, mi mindannyian szeretünk benneteket. És ezzel a mondattal szeretnék igazából egy utolsó útra valót adni itt számotokra. Persze fogunk még találkozni, és ezt hétköznapi alkalmakkor is újra és újra el fogom nektek mondani. És leginkább majd a sikeres szakmai vizsgák végén fogunk együtt örülni, hogy ilyen szeretetben éltük ezt így végig. Mert erre van szükség a mai világban,
leginkább, én úgy gondolom. Mivel az emberi élet egyik célja és értelme az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Úgyhogy ezekkel a szavakkal szeretném megadni az engedélyt a szalagtűzésre. A 11. A osztály osztályfőnöke Gajana Tamás. A heggesztő osztály tagjai számára osztályfőnökük feltűzi a szalagot. Balogh Viktor Richard. Itt születtem ezen a tájon, itt ringatott az édesanyám, itt indultál el az úton, Bordás Renát. Itt jártad ki az iskolát, itt élnek a barátai, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon, e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedben az írást és a gondolatot. Dávid Milán Attila. Itt volt mindig az otthonod, most itt mondják neked, elvakult, sötét lelkű ostobák, keresd magadnak máskor hazát. Gajas Kevin. Gazsik Kevin Tamás. Az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítélet. Horváth Richárd. Korlátok közé szorítsák szabad szellemet a kölcsön és vörös marmi nyelvű szól az éneket a hagyvilág. Jónás Norbert. Nincs máshol helyen, tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok Lakatos Brandon Levente. Érted is szó a harang már. Érted, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is a szembe fúj. Lakatos Dávid. Lakatos Gusztáv. Lakatos László. Lakatos Sebastian Ágos. Olá Lotár.
Szabó Levente Tibor. Itt születtem, ezen a tájon, itt ringatott az édesanyám, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát, itt élnek a barátai. Gajene Tamás osztályfőnöknek a szalagot feltűzi. Horváth Rihárd. E kívül nincs máshol helyed, itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt beszéltél a magadra, itt volt mindig az otthonod, most itt van. A 11. B osztály osztályfőnöke Bodnár Cecília. A kőműves osztály tagjai számára osztályfőnökük feltűzi a szalagot. Itt leszek, Barabás. Itt leszek, Nemecsek. Itt leszek, Leszik. Itt leszek, Richter. Itt leszek, Weiss. Itt leszek, Csele. Itt leszek, Kolnai. Itt leszek, Boka. Itt leszek. Hey! Balogh Sándor. Hey! Ho! Nagy a világ, hey! Az égig ég, ho! De van ez a föld, hey! Ami kezünkbe fér. Ho! Nevet a nap, hey! Sugar a rád. Bancsók Adrián Nikolasz. Rajzol egy pályán, hey! A deszka palánk, és a tél, és a nyár, és a fá, az akár, és a kere, és a ház, és a ház, hol a srác, te meg éhez, úgy egy szép, soha nem egy szakadunk, gyere, hogy a Vatyi Dániel Miklós. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grúd. Dardos Kevin András. Hey! Ho! Hey! Ho! Nagyon világ, hey! És rá se rá, ho! Gajas Marti Rihárd. A kevet kiveti rá, ho! A közel a víz, hey! Nem remeg a szám, ho! Lefogjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Ez a pad, ez a fal, ez a pály, farakár. Gulyás Levente. Ez a szív, dobogás, ez a jele, minden el, soha nem szaladunk. Gyere, mondd, hogy a grúnak mi vagyunk. Horváth Ádám Zoltán. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön. Horváth Róbert. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, ha legyen szabad a grúd. Vissük ide magát, hogy megmarad ez a hely, ha egyszer nem. Horváth Roland Róma. Miklós Patrik. Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy járomért? Miért félnénk, Kuró Árpád. Olá, Alex. Boka. Itt leszek. Hey! Ho! Hey! Ho! Nagy a világ, hey! Az égig ég. Uporka Renátó. Van ez a föld, hey! Ami kezünkbe fér. Oh!
mint nevet a nap, sugar a rád, rajzol egy pályát, a desktop alá, és a tél, és a nyár, és a fáj, az a Rózsa Balázs. És a ház, és a ház, óras rá, te megélj, úgy egy szép, soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a grumok mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, Suvák Tibor Balázs. Legyen szabad a grum, véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Szajkó Richard. Nagy a világ, és rá se rá, hogy erre felé a követ kiveti rá, a közel a víz. Bodnár Cecília osztályfőnöknek a szalagot feltűzi. Gajas Marti Richard. Ez a hazánk, ez a pad, ez a fal, ez a pár, a rakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív, dobogás, ez a jele, minden el, soha nem szaladunk, gyere mondd. 11. C osztály osztályfőnöke Orosz Nikolett, a divatszabó, szociális ápoló és gondozó osztály tagjai számára osztályfőnökük feltűzi a szalagot. Minden egyes nap Bancsó Anita Borbár, hogy igazi szerelemre éhezel, még megkísért a múlt, de már máshol jársz. A fagyos ölelés jut a nap végén, az a kicsi bűn tudat sose hagy békén, hogy vele alszol el, mégsem őre vágysz. De hidd el, hogy többet érdemelsz, tudod, Vitó Viktória. Hát az egész univerzumot, míg megtaláltam önmagam szemeidben, én lennék a támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Ha elvesznél, Bódi Amanda. Leszek én az a fény, a világított arany tetején, és hazatalálj, én lennék a támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Ha elvesznél az égben, leszek én. Erdei Gábor Dániel. A világított arany tetején, egy életen át. Glonci Anasztázia. Hogy kifolyik az ujjaid közt az idő, én itt vagyok neked, ha egyre vársz. De hidd el, hogy többet érdemelsz, tudod. Glonci Jennifer. Utaztam át az egész univerzumot, míg megtaláltam önmagam a szemeidben, én lennék a támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Glonci Margit Vanessa. Én leszek én az a fény, a világított arany tetején, hogy hazatalálj, én lennék a támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Gulyás Virág Dalma. Világított torony tetején, egy életen át. Oh, én lennék a támasz,
Horváth Anasztázia Anita. Ha elvesznél az ében, leszek én az a fény, a világított torony tetején, hogy hazatalálj, én lennék a támasz. Itt az idő, kérlek, végre válasz. Horváth Inez. Van a világított torony tetején, egy életen át. Horváth Letícia. Lakatos Ramona. Hogy igazi szerelemre éhezel. Még megkísért a múlt, de már máshol jársz. Fagyos ölelés jut a nap végén. Psycho Jennifer. Az a kicsi bűntudat sose hagy békén. Hogy vele alszol el, mégsem ő elvágysz. De hidd el, hogy többet érdemelsz, tudod, én érted. Orosz Nikolett osztályfőnöknek a szalagot feltűzi. Erdei Gábor Dániel. Szemeidbe én lennék a támasz. Minden fájó kérdésedre válasz. Ha elvesznél az ében, leszek én az a fény, a világító torony tetején, hogy hazatalálj, lennék a támasz. Minden fájó kérdésedre Végzős diákjaink szalagot tűznek fel Tótné Juhász Barbara intézményvezető asszonynak, Rubi Zsoltné kancellár asszonynak, Bukta Márta főigazgató asszonynak, a gyakorlati képzőhelyek vezetőinek, Pásztor Roland úrnak. Minden egyes nap úgy kezd fel, hogy igazi szerelemre éhezel. Még megkísért a múlt, de már máshol jársz. Egy fagyos ölelés jut a nap végén, az a kicsi bűntudat sose hagy békén, hogy vele alszol el, mégsem ő elvágysz. De hidd el, hogy többet érdemelsz, tudod, én érted, kutattam át az egész univerzumot, míg megtaláltam önmagam szemeidben. A szalagtűzés felemelő pillanatait egy lélekmelengető zenei előadás követi. Lakatos Gusztáv 11. A és Horváth Roland Rómaú 11. B osztályos tanulók előadásában. Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgya az elhagyott színpadon, fölborult zékek és kanok homály. Papírlapok, egy tépet plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg, hogy dalaimból mennyi marad? Segíts nekem.
nekem, vigyél az s fogd a kezem, szeres nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, hogy hiszek neked. Amikor vége az utolsó dalnak is, s az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyak az elhagyott színpadon, s fölborult széken, s kolokkomán. Mi lesz veled, ha egyedül hagy a zajos töveg? Sebzett vagy is, te sem tudod, hogy hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél az fogd a kezem, szeres nagyon, fáradt vagyok, és nehéz a szívem. És vigasztalj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, s mindig lehet. Meghatottan állunk most itt a végzősök immár a feltűzött szalaggal. Ez a szalag jelkép, egy kezdet, a felnőtté válás kezdete. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek sok mindent köszönhettek, hogy idáig eljutottatok. Egy mondás szerint, mindenki okkal érkezik az életünkbe. Lesz, aki csalódást tartogat majd, ami által erősebbé válunk, és lesz, aki a hitünket adja majd vissza, és átsegít a nehezebb életszakaszokon. Nevezzük őket szülőknek, nevelőknek, gondviselőknek. Egy biztos. Odaadó munkájukért, támogatásukért, gondoskodásukért, egy szál virág csekéség, de fogadják ezt az ajándékot szeretettel végzőseinktől.